pénzt, jó, mert most... Jó, jó, légy szíves, kösz szépen. Szóval erre térjünk vissza, tökéletes Attila, mert... Mert ilyen gyorsan nem láttál még belovat, a repülőből onnan. Mert ez az a gyerek, aki... aki hol lehet ez fogni? Hol lehet te? Körülbelül, ha onnan kezditek, hogy ilyen gyorsan nem láttam még edzés után labdarú, ilyen gyorsan nem láttam még a tökölit, vagy nem tudom, mit mondtál pontosan szó szerint. Attilát az edzésen futni, mint ahogy az öltözőbe futott. Aha. De most ez minek kapcsán jött egyáltalán, a kérdés az volt, a mentalitásról beszéltünk. Ezt a saját példámmal értem, hogy én a Ferencvárosban a Tököri Attila példáján keresztül világíthatnánk talán meg legjobban ezt a problémát, a hozzáállás, a mentalitás, a rossz mentalitás, hogy az az érzése az embernek, hogy a mai magyar labdarúgó, a legtöbb magyar labdarúgó nem is szereti a labdarúgás úgy igazából, mint mi annak idején. Én 50-60 évesen is szeretem, hogyha a labda ott van a közelemben, és jól érzem magam, és az ő példája mutatja, hogy körülbelül hogy lehetnek a többiek ezzel a dologgal. Győröt láttam nagyon sok játékost hasonlóan viselkedni. Dunajvásban edzés után lényegében a játékosoknak megengedtem, mondtam, hogy még külön gyakoroljanak az edzés után, amiről gondolják, hogy még van pótolni valójuk. És amikor lefújtam az edzést, a Tököri Attila úgy sprintelt az öltözőbe, olyan aktivitással sétett az öltözőbe, amit egész edzésen nem tapasztaltam nála. Tehát abból egy edzőnek akkor eszébe jut, hát ez lehet, hogy ez nem is szívesen volt itt az edzésen. És az lenne normális, és külföldi csapatoknál hiába a Chelsea-ről beszélhetnénk, az Arsenalról, akik milliókat, magyar pénzben milliárdokat keresnek ezzel a sporttal, és lehet látni rajtuk, hogy szeretik azt csinálni, amit csinálnak, annak ellenére, hogy megengedhetnék maguknak, hogy otthon maradnak. És hogy ezt a magyar játékosnál, kevés magyar játékosnál láttam. Előbb említettem a Gera példát, őt annak idején, amikor itthon játszott a Ferencvárosban, lehetett látni, hogy élvezi ezt a játékot, hogy szeretettel, akármilyen idő van, akármilyen a pálya, akármilyen kemény az ellenfél, ő szívesen csinálta, amit csinált, és ezért is jutott talán tovább. Ez a különbség közt és a többi magyar játékos között. Ehhez nagyon szükséges, hogy az utánpótláskorban a gyerekeket ne rontsuk el, hogy ne beszéljük a fejüket tele azzal, hogy neki az elég, hogyha tehetséget visz a játékba, az edzésre, hanem mindig többet követeljünk meg tőle. És nyugaton ez van, hogy aki többet tud, attól többet várnak el, ezért is lesz jobban dotálva, ezért is kapnak később nagyobb fizetéseket a jobb játékosok, de viszont többet is várnak el, többet kell neki teljesíteni, és ezt én természetesnek tartom, és Magyarországon ez fordítva van. Aki többet tud a tehetsége alapján, annak kevesebbet kell dolgozni. Itt tulajdonképpen lehet is pár példát mondani, a Rutka János talán a legjobb példája nekem az, hogy ő szerintem nem volt olyan tehetséges, alapjában véve van tehetséges játékos, vagy egy Salamon Miklós, Dunajváros középhátvédje, ma a Vasasban van, ők munkával szerezték azt a lehetőséget meg, hogy a magyar válogatottba bekerüljenek. A többiek az ilyen Kenesei, meg Tököri Attila típusok azzal az Istenet a tehetsége jutottak munka nélkül oda, és ha ehhez ők még munkát is, szeretetet is még beletettek volna, vagy beletennének, sokkal messzebbre el tudtak volna jutni. Nem kellett volna most a Tököri Attilának Kölnbe majdnem, hogy játék nélkül távozni, hanem hogy Kölnbe esetleg tudott volna még egyet fölfelé lépni, nem visszafele, hanem fölfelé esetleg el tudott volna Spanyolországba vagy Olaszországba, mint egy jobb csapathoz, mint az SZFC Köln. Úgyhogy ez a különbség, ez a mentalitásbeli, a hozzáállásbeli különbség, amit Mateusz is a magyar játékosnál hiányol, és amit én, amióta Magyarországra hazajöttem, ez az a probléma, amivel én is küzdködtem. És én azt mondom, ez csak úgy lehetne, és ezt már Ferencvárosnál annak idején megpróbáltam csinálni,
tevékenyen olyan játékosokat választottam ki, akin én láttam a labdarúgás szeretetét, és azokat forszíroztam. És engem nem érdekeltek a nevek, most lehetne párat mondani, őket kihagytam. És ez volt az én problémám az ottani játékos kerette is, és a vezetőkkel is, ezt ők nem akceptálták. És én azt mondom, hogy általánosságban, különösen az utánpótlásnál jó, ezért is kellene ennek jó szakemberek, hogy a kiválasztás olyan legyen, már ott, hogy Tököli Attilák ne tudjanak tovább jutni. Mert ők rontják az ő viselkedésükkel később a közeget. Hiába, a magyar labdarúgás semmit nem profitált a Tököli Attila tehetségéből. Ő amennyit profitált, amennyit keresni tudott ezzel, az egy dolog. De ebből a tehetségből az egész magyar labdarúgásnak lehetett volna valami pluszt kihozni. És senki nem nyert ezzel. És ez csak azzal függ össze, hogy az utánpótlásban, vagy valahol máshogy, akár otthon, barátai teledumálták a fejét, hogy Töki, te vagy a legjobb, te Isten vagy. És lehet, hogy Töki valamilyen szinten ezt el is hitte, és ezért állt meg a fejlődésbe. És ahhoz, hogy egy Isten adta tehetség, ezt lehetne mondani a hegedű művészre, a zongoristára, azok is naponta 4 órát, 5 órákat, vagy talán még többet is gyakorolnak, annak ellenére, hogy művészei a szakmának. És Magyarországon a labdarúgásban ezt nem csináljuk, elkényeztetjük a játékosokat. Ezeket a művészeket is késztetni kellene arra, hogy dolgozzanak, mindig többet dolgozzanak, és olyan játékost kell kiválasztani mai ifikorban, aki erre képes, ami előbbi példa, a Ferencváros példája, ahol te voltál, hogy nem láttad azt, mint a külföldi játékosoknak, hogy tudnak szenvedni a cél érdekében. Olyan játékost kell kiválasztani, akiről látod, hogy olyan a mentalitása, a hozzáállása, hogy szereti a labdarúgást, és hogyha eljön az ideje, hogy szenvedni is kell azért, hogy te a meccseket meg tudjad nyerni, a nehezeket is, azt a játékos, és ez képes erre, azt a játékos kell kiválasztani, és őt kell továbbadni. De itthon másképp működnek, jelen pillanatban másképp működnek a dolgok. Itt ifi szinten megnézed, elég sok barátom van, aki akár utánpótlás edző, vagy ott abban a közegben, mint szülő, mozog, és nagyon sok olyan példát látni kicsiknél is, már 10-15 éveseknél, hogy az a gyerek játszik, a csapatba, az ifi csapatba, akinek a papája meg tudja venni a dresszt, vagy a labdákat meg tudja venni, nem mindenképpen az ő fia a legjobb. Lehet, hogy egy kicsit dundi, lehet, hogy nem tud futballozni, de a gyerek játszik, és esetleg a tehetséges a kispadon van, akinek a papája ezt nem tudja megengedni. Szóval ez megint a kiválasztásról beszélek lényegében. Tehát itt nem az a egészséges és normális kiválasztó rendszer működik, mint máshogy, hogy aki tehetséges, és akiben megvan az akarat a győzelemhez, és szereti magát, hogyha eljön az ideje kínozni, mert tudja, hogy csak azon keresztül tud még jobb lenni, tovább jutni, hogy külföldön ez működik, Magyarországon nem. Magyarországon egy kicsit ezen a szinten is, ezen a téren is másképp mozog az óra. És mi a tapasztalat? Volt egy film Kokóval, a boxolóval, és abban ő azt mondta, hogy előbb meg kell halni edzésen, hogy aztán röhöghess a meccsen. De lehet, hogy a meccsen is meg kell halni. A magyar futballistákon egyáltalán nem látom ezt, hogy meghalnának edzésen. Én konkrétan 11 évet fociztam a Ferencvárosban,